már a Tilen is felmerült az, hogy Diós Győrbe igazolsz, mégis most érkeztél, meg hogyan kerültél a Diós Győrbe? Igen, hát elsősorban szeretném megköszönni a Paksi főnöknek, a Haraszti Zsoltnak, aki sokat segített ebbe, hogy most itt nyilatkozhatok. Télen valóban már felmerült a nevem a csapatnál, de erre most került pont. Ez egy hosszú tárgyalás sorozat volt, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Ez egy friss történet. A mostani hamar megállapodtunk, nyilván könnyű helyzetben vagyok, hiszen jó csapatba kerültem, ahol érdemes játszani. Kikkel játszottál korábban a Diós csapatban? Kit ismersz? Szivics Tomiszlávot nyilvánvalóan. Igen, őt jól ismerem, hiszen ő vele két csapatban is már dolgoztam. Akit ismerek, a Barci Dávid, a Gosztonyi, a Vági Andris és a újdonsült kapus a Boti is. Azok között, a játékosok között van, akikkel már játszottam együtt. Milyen emlékeid vannak a Diós Győrről ellenfélként? Hát ellenfélként most a legutolsóra szívesen emlékszem, amikor itt még a Pakssal nyertünk. Hát itt ellenfélként is jó volt játszani, de így meg, hogy minket fognak buzdítani, így egész más lesz. Milyen célkitűzéssel érkeztél a Diós Győrbe? A kitűző céljaim úgy konkrétan nincsenek. Én minél jobb eredményt szeretnék elérni. Ha lehet mondani, az ötödiknél is jobbat szeretnék, és ez, én azt gondolom, hogy benne van a csapat keretében, erősségében abszolút. Amikor eldöntötted, hogy Diós Győrbe igazolsz, mi volt az igazán vonzó? Hát a vonzó az volt, ahogy hát mondtam ezt a szurkoló dolgot, én azt gondolom, hogy erős a csapat, és én mindenképpen olyan csapatban szeretnék játszani, ahol vannak célok, és van miért küzdeni. Ez így közösen szerintem működni fog. Európa Liga? Játszottam, igen, és szeretnék is, és minél tovább menni, az a célok között szerepel.